A 20. Molnár Anna Városi Matematika Versenyről a szervezőt, Lévainé Kovács Rózát, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Tehetségpont vezetőjét, intézményvezető helyettest kérdeztük. A 20 év alatt először nem személyes verseny keretében, hanem online módon került megrendezésre a verseny, melyen az iskola egykori tanárára, a 2003-ban elhunyt Molnár Anna tanárnőre emlékeztek. A 20. verseny nem csak azért volt más, mert két évtized, hanem a járványügyi helyzet miatt személyesen nem tudtuk vendégül látni a versenyzőket az ősz folyamán. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen, bátorításra neki fogtam egy online felületen megrendezett digitális versenyhez. Végül is 46 versenyző küzdötte le az akadályokat, 4 intézményből. Azt gondolom, hogy a körülményekhez képest szépen jól zajlott a verseny. Korábban évfolyamonként, iskolánként 2-2 versenyzőt hívtunk meg, most erre a rendkívüli helyzetre való tekintettel 5-5 versenyzőt nevezhettek az iskolák, tehát többen kaptak lehetőséget, hogy megméretkőzzenek. Még volt egy érdekesség, ami talán a 20 év alatt nem fordult elő. Van egy vándorserlegünk, azaz iskola nyeri, aki legeredményesebb, tehát akinek a három versenyzője, legjobb három versenyzője legkevesebb pontot gyűjti legjobb helyezésekkel. Most 2 ilyen iskola is volt. Az egyik a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a másik pedig a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai tagintézménye. Molnár Anna 1954-től 1987-ig volt az iskola matematika-fizika szakos tanára, az akkor még Calvin 9-nek nevezett iskolában. Nemzedékeket neveltek két tantárgy szeretetére, számos tanítványa az ő példája nyomán választotta a pedagógus pályát. Mindig fontosnak tartotta a tehetségek felkarolását, messze menő türelemmel és kitartással foglalkozott tanítványaival. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én matematika tanáromról is beszélünk. Annuska néni volt, aki akkor még Calvin út 9-es számú általános iskolának az induló matematika tagozatát vezette, és én ebbe az osztályba jártam. Hosszú éveken keresztül a rendezésben társam volt Antalóciné Balog Ágnes. Ő most versenyeztetett gyerekeket, ezért nem segített be, úgy, mint korábban, viszont annyit tudni kell, hogy ő is, mint Annuska néni tanítványa, neki Annuska néni osztályfőnöke is volt, ő is szorgalmazta, hogy csak rendezzük meg ezt a versenyt, díjakat is ajánlott föl saját maga által készített kézimunkákat, évek óta támogatja ő is a versenyt ilyen módon is. A díjátadón most könyvek helyett gondolkodtató, vagy az online versenyhez igazodva digitális kütyüket kaptak a helyezettek. Az ötödikeseknél első helyen Rimaszombati Máté végzett, a Kiskulcsosi tagintézmény tanulója. Őről annyit még, hogy a maximális pontszámhoz képest 2 pontot veszített, ezért ő kapott egy külön díjat egy számítógépes figurának a varrott mását kapta Antalóciné Ágitól. Puskázok. A hatodikosoknál a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulója Kovács Miklós Kornél végzett az első helyen. Itt 3 vannak azonos pontszámmal, de mivel a feladatok nehézségében volt különbség, hogy ki miben hibázott, ezért lehetett őket rangsorolni. Hetedikeseknél szintén kiskulcsosi diák Kovács Máté szerepelt a legjobban. Rögtön azonos pontszámmal a második, a Berekfürdői Verez Zoltán Általános Iskola diákja Kírják Nimród. 8-osoknál itt egyértelmű volt, azonos pontszámmal nem szerepeltek diákok. Kis Zalán szintén a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja végzett. Többen vannak olyanok, akik már évek óta
versenyeznek, akik nyolcadikosok már nagy valószínűséggel negyedik éve megmérettették magukat. Berekfürdői Verez Zoltán általános iskolában Márta Lajos tanár úr a felkészítő, a Karcagi Nagykun református általános iskolában hárman is voltak, Antalóciné Balog Ágnes, Tótné Szucsáki Hajnal Ildikó és Nagy Péter Tibor tanár úr. A kiskulcsosiaknál két felkészítőt kell kiemelni, Futóné Szabó Margit tanárnő és Dr. Király Józsefné, akiknek ügyesen is szerepeltek a diákjai. És a kovácsosoknál Törőcsikné Magyar Erika és Jávorkai Attila tanár úr voltak a felkészítők. Lévainé Kovács Róza köszöni a KIAMI rendszergazdájának, Berecki Zoltánnak az online verseny lebonyolításához nyújtott informatikai segítséget, Antalóciné Balog Ágnesnek, Annuska néni egykori tanítványának, hogy bátorította, támogatta a verseny megrendezésében.